A KSH adatai szerint és népszámlálási adatok szerint is hozzávetőleg 300 ezerre tehető azon magyarok száma, akik külföldön dolgoznak. A határmenti településekről ingázók száma mindegy 72 ezer. A külföldön dolgozó és az itthoni felmérésekben már nem szereplő magyar munkavállalók száma pedig 150-170 ezer körülire tehető. A portfólió adatai szerint mintegy 250 ezer magyar dolgozik Nagy-Britanniában, körülbelül 190 ezeren Németországban, Ausztriában 73 ezeren élnek és dolgoznak. Több mint 10 ezeren pedig Svédországban és Hollandiában próbálnak szerencsét. Sajnos nehéz még így is pontos statisztikát találni a külföldön dolgozó magyarok számára vonatkozólag. Elsősorban az iskolázott fiatalok, a szakmunkások és a diplomások hagyják el az országot, írja a KSH tanulmánya. A kivándorlás fő motivációja a külföldi munkavállalás. A kint élő 25-64 éves korosztály 91%-a foglalkoztatott, míg ugyanebben a korcsoportban itthon 64%-os ez az arány. A KSH viszonylag friss, tehát tavalyi 2017-es adatai szerint több mint 25 ezeren hagyták itt az országot. Bár 15%-kal lesz kevesebb, mint az egy évvel korábbi adat. Noha a kivándorlók száma csökken, továbbra is igen magas számokról beszélhetünk. A friss 2017-es adat szerint tehát egy siófoknyi méretű város lakossága vándorolt ki külföldre. És mindez egy év alatt. Fontos megjegyezni, hogy ezek az adatok rendkívül bizonytalannak tekinthetők. Sziasztok, Témi vagyok. Ismét a Sweet Women Live csatornával jelentkezem. Hát, tudom, hogy mostanában elég kevés idő volt, és nagyon régen raktam fel már itt a videót, de úgy gondoltam, hogy van egy nagyon érdekes téma, amit érdemes lenne megvitatni, és arra gondoltam, hogy erről mindenképp szeretnék készíteni egy videót, mert ez nagyon sok mindenkit érinthet itt Magyarországon, illetve nem csak Magyarországon, hanem határokon kívül is, mert ez manapság nagyon jellemző. A téma igazából, amiről szó lesz, az pedig nem más, mint a magyarok külföldi munkavállalása, illetve arról is szó lesz, hogy mi történik egy családdal, hogyha mondjuk a családban az egyik fél vállal külföldön munkát. Ehhez kapcsolódóan személyes kötődésem is van, és igazából az én személyes dolgaimat, véleményemet, érzéseimet is szeretném elmondani ezzel a külföldi munkavállalással kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy milyen hatással van ez egy családra, a családi életre. Ezzel kapcsolatban szeretném elkészíteni ezt a videót. A következőkben pedig a külföldre vándorlásnak a pszichikai, pszichológiai, érzelmi hátterében kapcsolatban is végeztem egy kis kutatást, és találtam egy cikket, melyet Robosz Gabriella pszichológus írt, és az ő honlapján olvastam ezt a cikket, és ebből szeretnék egy pár részletet kiemelni,
a külföldi munkavállalásnak az érzelmi, pszichológiai, családi vonatkozásában is hátterében. Gabriela azt írja, hogy csak nem minden tizedik háztartásban van külföldön dolgozó személy. Sokan, főleg ugye a fiatalok, kalandvágyból, kíváncsiságból és önmaguk próbára tevésének szándékából döntenek a külföldi munkavállalás mellett. Sokan azonban kényszerből teszik ezt. Az itthoni lehetőségek hiánya, ami is a megélhetési gondok miatt. Ez utóbbiak közül számos munkavállaló családos. A külföldre utazás mellett, tehát a legfontosabb családi kapcsolatok átmeneti megszakadásával is járhat ez. Hatalmas áldozattal, érzelmi veszteséggel jár egy-egy ilyen döntés a család minden tagja számára. Ha az egyik szülő, aki általában az apa, vállal külföldön munkát, a család korábbi egyensúlya megbillenhet. Megváltoznak a családi szerepek, a felelősségek, a családi szétszakadás hatalmas veszteségekkel járhat minden családtag számára. És mindez az érzelmi és a fizikai tűrőképességet is próbára teszi. Ebben a helyzetben a kötődés kialakítása a távol lévő szülő és a gyerek között is veszélyeztetett sajnos. Ezért törekedni kell a gyerekkel való kapcsolat minél szorosabb kialakítására és a kötődés megerősítésére. A javaslatok szerint, ugye Gabriela azt javasolja, hogy minden nap tartsuk a kapcsolatot a külföldön élő személlyel, az apa, vagy az anya és a gyerek, illetve a távol lévő családtag, illetve a gyerek minden nap beszéljenek egymással. Valamint nagyobb gyerek esetén építsük be a beszélgetésekbe, a történésekbe, az esti mesébe, illetve számoljuk a napokat a hazaérkezésig. A különélés elfogadásában sokat segít, hogyha a családtagok látják a helyzet értelmét. Tudatosítják a vágyott célt, amiért az áldozatot hozzák, és az könnyebbé teszi az elválást is. Valamint az is könnyebbé teszi, hogyha tudni lehet, meddig tart a külföldi munkavállalás. Mint a bevezetőben mondtam, egyfajta személyes kötődésem is van ezzel a témával kapcsolatban, és ezt már említettem egy korábbi videóban is, hogy a családokban nagyon nagy átalakulások és nagyon nagy változások elé nézünk. Igazából akkor még bizonytalan volt a helyzet, így akkor még úgy voltam vele, hogy egyelőre nem szeretném ezt így elmondani, nem szeretném ezt így az ország világ elé tárni, ezt a helyzetet. Valamint érzelmileg is nagyon nehéz volt ezt a helyzetet elfogadni, és nagyon nehéz volt ezt tudatosítani. Most viszont úgy érzem, hogy talán eljutottunk egy olyan szintre, hogy nem fájdalmas erről a dologról beszélni. Azért mondtam el nektek a bevezetőbe ezeket a dolgokat, ezeket az adatokat, illetve a külföldi munkavállalással kapcsolatos szakpszichológiai véleményt azért is mondtam el nektek, mert a családunkban az elmúlt hónapokban nagyon nagy változások történtek. A férjem ugyanis külföldön kapott munkalehetőséget, méghozzá Németországba, Münchenbe kellett költöznie, tőlünk olyan közel 600 kilométerre van, tehát most is, jelenleg is. Igazából neki ez egy nagyon nagy lehetőség volt, és
és azért vállalta el ezt a lehetőséget, mert úgy érezte, hogy itt jelenleg Magyarországon nem értik, és nem megfelelően becsülik meg az ő munkáját, illetve az ő tevékenységét, illetve hát természetesen az anyagi vonzat is kecsegtető volt a számára, és ezért is vállalta el ezt a külföldi munkalehetőséget. De legfőképpen azért gondolta ezt, hogy ő külföldön vállal a munkát, és legfőképpen Németországba, mert hát mondjuk ki, Magyarországon igazából alábecsülték a szakmai tudását, nem nyitották meg a lehetőség kapuját számára, hogy szakmailag előrébb léphessen, illetve úgymond alábecsülték mind szakmailag, mind emberileg az előző munkahelyén, ahol volt. Tehát ő neki igazából persze a megélhetés is fontos volt, de nem a megélhetés volt az elsődleges cél, hanem az volt az elsődleges szempont, hogy ne úgy járjon be minden nap munkába, hogy gyomorideggel érkezik meg a munkahelyére, és nem tudja megfelelően elvégezni a munkáját, mert állandóan minden nap azzal stresszelik, hogy ő neki ezt és ezt már tegnap előttre meg kellett volna csinálnia, ezt és ezt nem jól csinálja, ezt és ezt stb. Tehát igazából őt kikészítették így idegileg, érzelmileg, és érkezett ez a lehetőség, és ezért gondolta úgy, hogy megpróbálja ezt a lehetőséget, és külföldön fog munkát vállalni. Na most igazából ennek a családra vonatkozóan is ugye vannak kezményei, nem csak érzelmi következményei vannak, hanem felelősségvállalásban a család mindennapi életében, ugye ő most így nem tud részt venni, és így nagyon nagy felelősség hárul a gyermeknevelés szempontjából az másik szülőre, tehát rám. Igazából legfőképpen az érzelmi hátterét szeretném ennek a dolognak elmondani, méghozzá azt, hogy ránk ez milyen hatása volt a mi családunkra, az, hogy a férjem most külföldön vállalt munkát. A férjem április vége óta dolgozik kint külföldön, tehát nem egy hosszú ideje. Így viszonylag könnyen meg lehetett oldani, hogy mostanában sűrűn találkozunk. Az egész május az úgy telt el, hogy ő szinte majdnem minden hétvégén jött haza, meglátogatott minket, és együtt voltunk így családilag. Viszont azért az elején mégis nehezen ment az elválás, mert már tudtuk, hogy nem fog minden nap betoppanni és hazajönni, és már tudtuk, hogy akár csak hogyha egy hetet is, de külön leszünk, vagy akár hosszabb ideig is lehet ilyen, hogy hetekig nem találkozunk, és külön leszünk, és ez nagyon nehéz volt így elfogadni ezt a helyzetet. Talán még most is az elfogadás útján járok, és talán még most sem sikerült teljesen elfogadni ezt a helyzetet, és még most sem sikerült olyan érzelmi biztonságot szereznem, ami segít engem abban, hogy a
mindennapokat egyedül megéljem. Igazából ez olyan, mint hogyha az ember így teljesen így egyedül nevelni a gyermekét. Tudom, hogy ott van apa valahol messze, távolba, tőlünk 600-700 kilométerre, viszont sokszor úgy érzem, hogy szükségem lenne a támogatására. Sokszor azt érzem, hogy összecsapnak így fejem fölött a hullámok. Sokszor azt érzem, hogy egy kicsit szeretnék így egyedül lenni, és egy kicsit így másra rábízni a gyereket. Mert igazából nekem nincs itt senki a közelben, aki tudna rávigyázni, akire rá tudnám bízni, és egy kicsit így kiszabadulnék ebből a anyamókus kerékből. És nálam nincs az, hogy most jaj, oké, megcsinálom a napot, és akkor este hazajön apa, és akkor rábízhatom, hogy egy kicsit foglalkozhat vele, kicsit játszhatnak együtt. Nekem nincs az, hogy este letészem a landot, és akkor kicsit rábízom a gyereket apára. Nekem 0-24-ben itt kell vele lennem, és én ezt nem úgy vegyétek, hogy most én ezt úgy mondom, hogy hogy mekkora szar, hogy nekem most 0-24-ben a gyerekkel kell lennem. Én imádom a gyerekemet, és imádok Hannával lenni. Viszont néha azért jó lenne, hogyha kapnák a háztartásba mondjuk egy kis segítséget, hogy mondjuk meg tudnám csinálni a porszívózást, vagy a mosogatást, vagy a mit tudom én, a főzést, anélkül, hogy a gyerek ott lógna a lábamon, és állandóan ugye fogná a kezemet. Én nagyon szívesen játszok vele bármikor, de azért néha szükség lenne arra is, hogy kikapcsolódjak, és hogy mint mostanában nagyon szokás ez az én idő, tudod, hogy egy kis én időt töltsek el magammal. Nagyon nagy szlogán lett, meg nagyon felkapott lett mostanában ez az én idő fogalma. Na, hát nekem olyan, hogy én idő, olyan nincs. Szerintem csak akkor van, hogyha alszom. Tehát, na jó, néha szoktam, mit tudom én, nézegetni a netet, meg kikapcsolódni, facebookozni, youtubeozni, stb. De ez, amióta apa elment, és amióta apa nincs, azóta eléggé ritka.